A projektum Szerbia és az amerikai Egyesült Államok együttműködésének keretében valósul meg. A programot a Propulsion Fond alapítvány viszi végbe. Az a legfontosabb, hogy a szerbiai polgárok valóban megértsék, mit jelent a média műveltség és az új írás tudás. Azért is írtuk alá a szándéknyilatkozatot az együttműködésről a Propulsion Fond alapítványjal, hogy a polgároknak megmagyarázzuk az új digitális korszak előnyeit és csapdáit. A Propulsion Fund új írástudás programjának igazgatója hasonló együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá a Nemzeti Közigazgatási Akadémia megbízott igazgatójával is, ami lehetővé teszi a közigazgatásban dolgozók digitális továbbképzését. A Nemzeti Közigazgatási Akadémia rendeltetése egyebek között az, hogy megfelelő képzést nyújtson a közigazgatásban dolgozóknak a digitális szférában. Mike De La Rosa az amerikai nemzetközi fejlesztési ügynökség szerviai küldöttségének vezetője videóüzenetben elmondta, a USAID az új írás -tudás programon keresztül támogatja a szerbiai polgárokat, vállalatokat és állami dolgozókat az új technológiák elsajátításában, amelyek nélkülözhetetlenek a 21. századi gazdasági és társadalmi fejlődéshez. Az új írás -tudás projekt célja, hogy szakemberek segítségével intézményes fejlődést nyújtsanak a szerbiai kormánynak a média és tájékoztatás műveltség terén